Tortúra lököttek Marica grófnő, Fat Pig, az ördög, csináljuk a fesztivált, RTLS sorozat, fú, és blá, 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 acélmagnó, és sorolhatnám, vennék valamit. Jó reggelt, mindjárt játszol egy hónapban? Hát 17-et, körülbelül 17-18-at. Hát néha becsúszik több is, de próbálom megtalálni az egyesült, akármennyire hülye hangzik, de tényleg. Tehát ez, én nagyon élvezem, nagyon, halálosan élvezem. A sokféleséget élvezed, vagy a mennyiséget összességében? A sokféleséget. Azt, hogy például most egy héten belül 7 darabot kijátszottam, tehát 9-ben játszom most, vagy 10, és abból 7-et sikerült, hát az csodálatos volt, hogy egyik nap még Tótné voltam, következő nap csoportterápia, Fat Pig, ez, na szóval én ezeket nagyon élvezem. Nagyon. Ugye hát a Fat Pig egy nagyon aktuális témáról beszél, és azt gondolom, hogy egy kult darab ilyen szinten, ugye egy molett lány szerelme mennyire elfogadó a társadalom vele, de hogy ott van a Tortúra, ahol nyilván egy teljesen más karaktert formál, egy picit, igen, és nagyon sokszor mondod azt, hogy amikor este Tortúra van, te már reggel úgy kelsz. Nem vagyok képben még reggel, igen. Hát ahogy kinyitom a szemem, nyújtózok egyet, és gondolom, hogy jaj, csodálat, holnap reggel ez lesz egyébként. Igen. Nyújtózok egyet, hogy de szép nap van, és aztán eszembe jut, hogy egyébként Tortúrát játszom, és akkor gyomorideg, munkálkodik bennem az egész rendszer, alig tudok lépni, járni. Hát igen, és akkor délután elkezdem hagyni, hogy hasson rám. Elkezdem csendesen át, például nagyon korán bemegyek a színházba, 72 darab személyes kellékem van, mert nem használ, tehát nem jön be senki a színpadra előadás közben, hanem mindent Attilával, Árpa Attilával ketten csinálunk. Mi fogjuk meg, mi rakjuk arrébb, mi aranyos vagyok, igen, a szimpatikus a kép. Tehát, hogy tényleg mindent mi szeretem, és én szeretem is magamnak csinálni a dolgokat, úgyhogy én már olyan 3-4 óra körül elkezdek ráhangolódni, és mindent meg fogdosni, az injekciós tűt, a baltát, amivel, vagy a kalapácsot, amivel szilánkosra töröm a lábát. Szóval ezeket én szeretem át. De most hogy beszél róla? Aranyos történet. Fogom a baltát, amivel szilánkosra töröm a lábát. Nagyon izgalmas, amit mondasz, mert ugye egy hasonló, csak fordított helyzetű előadást játszottunk mind a ketten, és emlékszem az érzésre, hogy az ember hogy csúszik bele ebbe az őrült karakterbe. És tényleg lehet szeretni azt a kalapácsot. Hát komolyan, hát szeretem, hát imádom. Hát komolyan mondom, hogy vannak ilyen ragasztó szalagok, és hát ilyeneket azért mondjuk, hogy bekötöm a száját, berakom az ágyra, legyenek. Tehát fontos, hogy az működjön, és én örülök, hogyha azok a dolgok ott működnek. Te személyiségedre hogy hat egy-egy ilyen szerep? Mert én megint megkérdeztem, hogy mit szerettél volna, bocsánat. Hogy hat rám? Én emlékszem, hogy éveken át így az ember így kanalaz a lelke mocskából, és próbál valahogy próbálj elfogadni azt, hogy ez belőlem jön, igen, ezt én játszom, tehát valami kell, hogy ebből legyen bennem. Nagyon nehéz volt elfogadni, így az 5. évben sem sikerült még. Nagyon nehéz, még magamat meglepem egy-egy gondolattal, hogy milyen élvezetesen mondom neki azt például, hogy nem jön érted senki. Azt például a mai napig így saját magamtól így kirázza ideg, hogy miért mondasz ilyeneket. Tehát kimegyek, utána van egy sötét, és így rendesen olyan hatással van rám, hogy utána nagyon nehezen jövök ki belőle. Még mindig, 5 év után is. Hogy természetesen van egy tapsrend, mi azért veszük fel a tapsrendeket, ez lett a szokás, mert a Tortúra hozta meg ezt a hagyományt a Karinthy Színházba, hogy lemegy az előadás, és a tapsrendet rögzítik, ugyanis nem szoktunk emlékezni a tapsrendre. Hányszor mentünk ki? Milyen hosszú volt? Aha. Jaj, de kedvesek! Milyen, hogy kiabáltak? Egy ilyenek, de hogy effektíve hogy történt, annyira automatikusan csináljuk, hogy körülbelül a tapsennek a háromnegyedének kezdünk így egymásra nézni, hogy jaj, de jó, hogy itt vagy te is. Van valami rutinotok? Például ugye a karaktert játszani az mindig egy ilyen távolságtartás, hogy például nem mentünk be egymáshoz az öltözőbe. Mi együtt öltözünk. Együtt öltözünk, hiába van külön öltöző, ugye a férfi-női, mi összeköltöztünk, és én végignézem, ahogy Atinak a sminkmester és a segítői megcsinálják például a sebeket a lábára, hogy ne bent szembesüljek azzal, mert azokat én csinálom ugye a darab szerint, igen, és ezért lássam, hogy az hogy néz ki, hogy milyen lesz, hogy én ott büszke lehessek benne rá, mert én büszkén mondom azt, hogy nézd, milyen gyönyörűen megcsináltam neked, pedig a tíbia fraktúrát mindkét alszárban, a jobb láb fibuláján szintén fraktúra mondok ilyen. Tehát, hogy tudjam, hogy miről van szó. Tehát nekünk megvannak az ilyenek, illetve 3/4 hétkor az összes privatizálás, ami kettőnk között volt, a jó lesz így a hajam, meg a jaj, remélem bent van, ez teljesen megszűnik, és csak a darab marad. Hívás előtt bemegyünk, eltávolodunk, nem érintkezünk, nem beszélgetünk, nem kommunikálunk, hanem ennyit szokott még, hogy amikor már bemondja, jön az ügyelő, és mondja, hogy 5 perc van még, akkor Ati az ágyból mindig mutat egy szívecskét, vagy valamit, hogy bármi történik mi és együtt. Utána? Milyen,
ugye levezettek. Nem hiszem ez, Zoli, de bocsánat, akkor be, csöndbe maradok, kérem. Mi az, hogy össze vagytok kapcsolódva? Nem, mi nagyon. De hogy utána, pont, hogy történik? Igen, tehát, hogy beszélünk az elejéről, nyilván a felkészülésről. Menekülés van a végén. Ez hogy következő igen. Van. Szia, akkor majd hívlak. Jó, én is téged. Puszi, puszi. Hello, szia. És ennyi történik. Van. Beülsz a kocsiba, elindulsz akkor... a kis nyugalmas életedbe. Igen, de hát nem mindig sikerül belőle. A kutyák és a párod közé. És csodálatos minden otthon, fantasztikus. Igen. Csak egy ideig még dolgozik a motor. Benne. Még mindig van. A főpróba hét volt szerintem az egyik legmeghatározóbb belőbből. Ugye egy többször eljátszatok, minden nap kétszer is akár. Persze. Mert először csak technikailag átmegyünk rajta, nem lehet. Tehát én vagy csinálom, vagy nem, nincs ilyen. És akkor így végignyomtuk, és amikor már 11-ére lement azon a héten, akkor kirohantam az öltözőbe, és Terikének mondtam, az öltöztetőmnek, aki 20 éve ugye adja rám az utolsó ruhadarabot is, hogy azonnal szakítsd le rólam a nőt. És elkezdte rólam tépni a ruhát, a mindent, mert azt éreztem, hogy be már a pórusaimba beleköltözött. Ugye most nagyon a tortúráról beszéltünk, de hát azért nagyon sokfajta női szerepet megformázta színésznőként, és azért az tudatosult benned, hogyha már ott van a neved egy szereposztásban, akkor az a nézőben úgy cseng le, hogy ez valami nagyon jó lesz. Tehát, hogy hát elkezdett egy picit biztosíték lenni az, hogy egy jó előadást, egy jó, hát jó színészi játékot. Nagyon remélem, hogy így van. De hogy így van. Én nagyon remélem, hogy így van. Szeretem, hogyha, én nagyon szeretem a visszajelzéseket, és rengeteget kapok, ami nagyon jól esik, és én nagyon szívesen megírják nekem azt is, ha valami nem tetszik. Tehát, hogy tudják a kedves követő vagy nézők, hogy nekem szív simán meg lehet mondani. De Andi, tehát, hogy elég régóta ismerlek, és a mi barátságunk is tulajdonképpen a Facebookon indult, úgyhogy valami csoda folytán nem ismertük egymást, és aztán azért te nagyon jól tudsz kapcsolódni az emberekhez, de tudom, elmondtad, hogy van, akihez nem, de hogy ugye hát én azért végignéztem az elmúlt 10 évedet, és dolgoztunk is együtt, nem színházban, de más produkcióban, hogy azért te most nagyon beértél, tehát hogy... Későn érő típus vagyok, szoktak ezt mondani, de de hogy ez tudatosult benned, hogy te most tényleg te olyan szerepeket kapsz... Én nagyon élvezem, ez a tudatosodás, hogy én nagyon élvezem, ha fölhívnak valami feladattal, és ha az olyan feladat, ami nekem jól esik, akkor szívesen megcsinálom. Volt olyan, amire nemet mondtál? Jaj, rengeteg, az sokkal több, az tényleg? Rengeteg, igen, nagyon és ennek sok. Mi az oka? Hát nagyon sok minden, például én azért lettem szabadúszó, és nagyon hülyének néztek engem 20 vezető, miért választom ezt, mert én nagyon szeretném azt hinni, hogy én megválasztottam, hogy miket csinálok. És jó érzés azt mondani, hogy most vagy a rendező személye, vagy a kollégák, vagy a helyszín, vagy a gázsi, vagy a darab, az nem szeretném. Mert nem tudok működni, feszültségbe egyáltalán. De ez jön zsigerből egy érzés? Igen, és ezt mindig elsőre megérzem. Már régen belecsúsztam ebbe, hogy olvasópróba, összecsuktam, és azt mondtam, hogy hát ez képtelenség. Ez olyan bukó, mint az állat, és tényleg az lett. Micsoda felelősség és micsoda szabadság. Igen, egy szabad csaj vagy, és hát, nagyon jó színész. Nagyon szépen köszönöm, köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm, és nézd, hogy izgulok magamról. Mi nem izgulunk magunkról beszélni, elmegyünk egy kis szünetre, de jövünk vissza a reklám után. Jó reggelt! És